Egy korona török kiűzését követően a pestis járvány elmúltával hálából építették a pécsiek a Havasboldogasszony kegykápolnát a Havihegyen. A 17. században itt élő magyarok és más nemzetiségűek megmutatták, hogy összefogásukkal az elhatározás valóságá válhat. A Havihegyi kegykápolna azóta zarándok helyé vált, és évente búcsút rendeznek itt. A templom előtti kis utcában kegytárgyárusok árulják vallásos emléktárgyaikat. Ez az asszony például Szegedről érkezett. Nagyon-nagyon hisznek bennem, és biztosan, hogy óriási erőt ad, mert látom rajtuk, amikor megvásárolják, hogy ez nekik is erőt ad, és úgy gondolják, hogy akit ezzel megajándékoznak, annak is erőt ad. Akár kicsi legyen, akár nagy. Most lehet az óvodás, lehet felnőtt, barátnő, idős, időseknek azért, mert még érezze azt, hogy szükség van rá, és hogy ő kapott egy ilyen, amiben ő hisz, egy vallásos füzetet, egy vallásos kis kegytárgyat, tehát ők ebben nagyon hisznek. A német nyelvű misére sok német ajkú ellátogatott. Fontos számukra a zarándokhely, a környezet, a tradíció és főleg a lelki megnyugvás. A hitünkből kifolyólag, és mivel pécsi vagyok én is, illetve nem tőzsgyökeres pécsi, de igen, tehát az, hogy a Havasboldogasszony napján fellátogatunk erre a dombra itt, és látjuk a gyönyörű panorámát, és el tudunk mélyedni hitünkben. Talán itt talál az ember megnyugvást, békét, megértést. Tudunk imádkozni családainkért, családjunkért, szeretteinkért. Őseim svábok. Én német palkonyai születésű vagyok, de igen, tökéletesen nem beszélem sem a svábot, sem a irodalmi németet, de végül is mindent megértek, és ha visszamegyek a falumban, azért az én generációmmal azért ott, ha néha kicsit nehézkesen is, de megértjük egymást. A Havasboldogasszony búcsú német nyelvű misén a Bói Gondozási Központ kórusa énekelt. Évek óta hívják őket az ünnepi misére. Mivel a kórus a gondozási központ részét képezi, ezért többségükben idősebb hölgyekről van szó, 50 pluszos hölgyekről, akik énekelnek, de nagyon-nagyon jó szívvel teszik ezt, és megfelelő színvonalon igyekeznek több szólamú énekeket is bevetni, elénekelni ilyenkor, hogy a liturgiát még szebbé tegyék. Ez a kórus Vidánék Resz Beáta vezetésével évről évre igyekszik minél több helyre eljutni, énekelni. Főképp a német énekeket szokták előtérbe helyezni, hiszen Bújban nagyon sokan német gyökerű ember, a német származású család, és ezt a kultúrát, ezt a hagyományt igyekeznek továbbvinni. Örülök, hogy ennek a módja a pécsi havihegyi éneklés is. A pappá szentelésének 25. évfordulóját ünneplő Szajki plébános dr. Tamás Roland ezüstmiséjét is itt tartotta meg. Átlagos nehézségek voltak, ugye munkatársat keresni, adott esetben egy házközségbe a békét ápolni, vagy helyreállítani, ha az megsérült. Tehát azt gondolom, olyan nehézségeim voltak, amelyek az életből fakadó, tehát nem egy rendkívüli dolgok voltak. Örömből viszont nagyon-nagyon sok volt, tehát nagyon sok barátot szereztem a hívek közül, mondhatom ezt nyugodtan, hogy nem csak úgy vagyok velük, mint a plébános a hívekkel, hanem nagyon sokakkal jó baráti kapcsolatot ápolok, és nagyon sok lelkipásztori örömöm volt a 25 év során, amikor ünnepek voltak. Amire nagyon büszke vagyok, 25 év alatt mindenhol, ahol voltam, ott önerőből újítottuk fel a templomokat. És erre büszke vagyok, hogy ez sikerült, hogy mindenhol, ahol voltam, nem mindenhol újítottuk föl, de ahol belekezdtünk, és ahol valamit tettünk, azt mindig önerő. Tehát sose vártunk arra, hogy majd valaki ad nekünk pénzt, majd az állam ad nekünk, meg az egyház megye, hanem mindig elkezdtük, és úgy látom, hogy a hívek ezt mindenhol örömmel adakoztak, és még nagyobb öröm volt utána együtt ünnepelni és megélni azt, hogy lám, most ebben benne van az én munkám és az én fáradozás, az én adományom is benne van. Tehát ez egy nagyon szép megtapasztalás volt.
Nagy pestis járvány pusztított 1690-1691-ben Pécset. Akkor a város istenfélő polgársága ünnepies fogadalmat tett, miszerint amint a ragály elmúlik, a város keleti részén magasodó fehér mészkősziklákon, melyet a köznyelv kakasdomnak nevezett, havas boldogasszony tiszteletére hálából kápolnát emelnek. Fogadalmukat megtartották. A havas boldogasszony templom 1697-re készült el. Azóta a felszentelt és régóta búcsújáró hely várja a búcsúsokat, zarándokokat, akik a hagyomány szerint minden évben egy kis követ, kavicsot visznek magukkal és helyeznek el a templomnál, ezzel emlékezve az egykori hívek összefogására.